Na, üdvözletem mindenkinek! Hát ez egy jó kezdés. Na. Csomag érkezett még hozzá a szlovák testvérektől. Egyik néző, vagy barát, vagy nem tudom minek nevezzem, küldte, és most meg fogjuk nézni. Viszont, hogyha étel van benne, vagy ilyesmi, akkor azt másik videóban kóstoljuk meg. Bezaj! Amúgy itt van Lili is, de ne is foglalkozzatok vele, ő egy ilyen szobanövény. Szerintem akkor lássunk is neki ennek a dolognak. Bocsánat? A dolog. Bocsánat, ja. Ezt így átéphatom? Hát így tanulod szerintem. Ilyen rózsaszín, nem tudom milyen mintázatos helyet lila, igen. De mi az? Mik vannak rajta? Szívecske. Én úgy először frankon répának néztem. De vidd oda, mutasd meg a lépeknek. Látjátok, ilyen lila. Uh-huh. Amúgy nem rózsaszínt akartam előbb sem mondani. Ez volt. Ezt így eltépítem meg, nem? Szerintem tépítem, de... Jajjál. Úristen! Ez borzalmas! Amúgy, ha tarantella pók van, akkor csak magadra enged, ne rám. Persze! Meg ha itt tudom én élő százlábú. Az nem tarantula? Én már sokféleképpen hallottam, most a tarantella az jobban tetszik, de majd biztos azért, mert női név van benne, mint az Ella. Hát egy orrot. Nem, próbáld meg itt. Kíváncsi vagyok, hogy így össze. Hát nem is kell orrot. Túl egyszerű lett volna. Két óra múlva. És fura úgy érzem magam, mint karácsonykor. Hát egy is. Egy ilyen karácsony utáni ajándék. Vagy mi? Doboz. A küldő megkérte, hogy ne olvassam föl a levelet, meg a ki ő, mi ő című dolog. Úgyhogy nem olvassuk föl. Annyit mondhatok, hogy Szlovákiából van. Keressetek rá. Ha, jó volt. Mi van? Sör. Amúgy lehetne egy ilyen Pokémont létrehozni, aki azt mondja, hogy ez tetszik? És egy ilyen nagy pocakos valami lenne. Franco? Jó, az tetszik. Hát először is van egy ilyen kakaós, banános nápolyi szelet. Wow! Hát egy kicsit közelebb. Úgy. Kakaós, banános nápolyi szelet. Ehhez még hozzá kell szoknom. Ez magyarós, ez maradt magyarós. Ebben nincs banán, fiúk, lányok. Aha. Vagy van? Nincs. Ez a Kofola nevű ital, ami után egyébként utána olvastam, mert beszéltem vele. És mondta, hogy ő ezt szereti, neki ez a kedvence. Igen, ez amúgy egy ilyen kóla másolat, vagy hát igazából nem, mert gyógynövények vannak benne, meg mindenféle gyümölcs. Ez meg... Nem, ez kávés. Ez kávés, kofila. Kofi. Érted? Kafé. Vagy gondolom, valamihez hasonló gondolatmenet lehet itt a dologban. Mi az? Igen, hát a pisztációvá.
az lehet, hogy pisztáciát jelent. Itt a kedvencünk. 12%-os gyerekek. És saris. Saris. Én amúgy Frankon először Argus-t láttam rajta, ne kérde, de amúgy kurva jó mintája van. Nézd meg ilyen. Csecsen. Mintha ilyen magyar mintázatos lenne. Ez megint valami nápoly. Eltört! A következő videóban szerintem ezt fogjuk legelőször kinyitani. Ezt nem tudjuk, ez várjál. Gyömbéres! Vágom! Az mondjuk kegyetlen jó lehet. Gyömbéres csokoládét nem ettem. Akkor nem mindig gyömbéres titomosítat iszok, és az tök jó. Az nagyon finom. Ez jó csípős, mi? Már csak izé kéne bele, buborék. Hát az. Banány. Na megint, na új, banány. Ezt igen is ki tudom mondani. Nyilván nem így kell valószínű. Hát valószínű. Nem kell banálni, vagy valami ilyesmi. Nem tudom. De fogadjunk, hogy alá zselé és csokoládé van írva. Zele. Kicsit össze van nyomkodva, úgyhogy ez lesz a második. Ja, de amúgy ezek a banános zselésítők, azok finomak. Szivárványos. Ropi! Amúgy szivárvány ízű, ne higgyétek el, nyilván nem. Összetört, úgyhogy majd morzsáiból fogunk falatozni. Tök jó. De jól néz ki amúgy. Mármint, hogy, ja. Olyan vidám. Uh-huh. Igen. Unicorn is jutva van az eszembe. Nekem nem. Nekem az, hogy jó kedvem van. Te, amire megint csak ráültek, vagy ez nem te? De, szerintem. Szerintem a dobozomon utaztak az emberek. Uh-huh. Ez te. Aha, 20 filter van benne. Akkor majd mindjárt iszunk teát is. Parfümben. Tudik? De tök jó. Kellemes. Megmaradt a parfüm illat. Hát ez szomorú, gyerekek. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Szóval ebben a kofolában dinnye van, ha jól látom. Meg egy szomorú robotot is beleegyömöszöltek. Mutasd meg a nézőknek. Nézd, milyen szomorú. Benne van az a szomorú robot is, meg a dinnyéje. Biztos, így is van. Kifogytunk, meg van ilyen puk, 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 puk. Vagy már nem puk. Jó, lehet. De most, ha ezt eset kiroppantod, akkor az miért jó? Egyenként. Ennek így már nincs varázsa. Akkor mutogassuk meg még egyszer egyenként a dolgokat, aztán köszönjünk éle. Kóla utánzatunk, vagy igazából nevezzük szlovák kólának. De aztán lehet, hogy ízem is kólára, akkor, de szerintem igen, nem mindegy. Most az, hogy színe van, lehetne kávé is amúgy, mert full kávé színe van. Meg a kofola, azt nem tudom. Kö, meg a la. Miatt? Jó. Ez amúgy milyen tea, Frankon? Ez ilyen vegyes, meggyes, gyümölcsös? Nem, meggyes, meg epres. Aha. Ja. Vizsnya? Jahoda? He. Nyilván nem így kell kimondani, de... Ez oroszul volt, vagy olyan orosz kiejtés volt. Nem, ez szabi kiejtés volt. Ez a... Tudjátok, ez az a ropi, amit orral fogunk felszívni. Nem, felnyalogatjuk. Ezen egyébként mi van? Ez gondolom valami tejcsok is. Olyan hegyeket ábrázol. Tatranki. De olyan egyszerűnek néz ki, de valószínű finom. Jó, nekem az a gyömbéres az, ami úgy nagyon... Kávés. Kávés? Nem, banános. Ja, banános? Uh-huh.
Banányi? He. Banányi? Ez meg a melyik? Ez a sima magyarós, ugye? Ha? Magyarós. Cuckombau. Aztán lehet, hogy nem az lesz a kedvencem, majd meg kell kóstolni őket. De ez jó, ez jó, ez tetszik. A margot azt gondolom valami margit, vagy mit tudom én. Az meg a banános kakaós. Ja. Még az is jó lehet amúgy. Ez, én nagyon várok. Ez melyik? Ja, ez a pisztáciás csoki. Amúgy nagyon kevés pisztáciás csokoládé van szerintem a csokoládé körökben, illetve fajták között. Ez melyik? Mi? Ez a kávés. Kofila. Az a kofola. Kofola. És a sör! Amúgy ennek rohadt szép doboza van valószínűleg, nem is fogom kidobni, vagy nem tudom mit csinálok. Ez tetszik, olyan, mintha ilyen arany lenne. Nem? De. Ezzel a videóval így szerintem ennyi is volt. Ha tetszett, csapd ki a lájkot, meg ilyenek, nyugodtan fel is iratkozhatsz. Jó, hát ez itt az életem szavai volt, Kolinger Szladolcsal, meg Csicsi Babával, azaz Lilivel. Adjö!